Üdvözlöm Önöket a hangmérnök Kemény Dániel barátom nevében is. Kármán Sándorral beszélgetek a mai műsorban egy új könyv kapcsán, ugye Életem ritmusa a könyvet címe. Hát ebből már ugye kiderül, hogy itt a Dobról van szó. Téged arról is lehet ismerni, hogy egy fantasztikus múzeumot hoztál Cegléden létre, a Dobmúzeumot, amihez minden évben egy fesztivál is társul, de most elsőként egy picit beszéljünk erről a könyvről, hogy mi adta az ötletet, hogy megírd, és körülbelül aki majd elolvassa, mire számíthat, vagy aki megvásárolja a könyvet. Hát szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Szóval ez a második könyv, ami a Dobmúzeumról szól. Az elsőhöz az adta az ötletet, hogy nagyon sok történetet mesélek a Dobmúzeum látogatóknak a tárlatvezetések során. És főleg az idősebb korosztály, aki már valamiért jobban tudja, mint fiatalon, ahogy tudjuk, hogy nem fogunk örökké élni, kérdezik gyakran, hogy és mondja Kármán úr, ez valahol le van már írva. És akkor én persze 10-15 évvel ezelőtt könnyelműen azt mondtam, hogy hát nincs, de hát én ezt holnap után is el tudom mesélni. Aztán eljön egy pont, amikor az ember elgondolkodik rajta, hogy még az is lehet, hogy el tudom mesélni, de lehet, hogy nem olyan jó ízűen, lehet, hogy nem olyan színesen, tehát, hogy akkor kell a rétre menni, mikor zöld, vagy nem tudom, hogy van ez a mondás. Szóval amíg az embernek van hozzá kedve, lelki ereje, és jó memóriája a történetekhez, akkor rögzíteni kell. És akkor így született az első könyv, aminek egy angol címe lett azért, mert ezzel akartam emlékezni a világhírű cintányér gyáros, az Armand Zilgyan, aki járt a Dobmúzeumba vendégkönyv bejegyzésére, és ez a biztató két szó lett a vendégkönyv bejegyzésének a vége, hogy keep swinging, tehát hogy tartsd a tempót, vagy tartsd a négyet, és tehát ez lett a címe az első könyvnek, és akkor hát persze az első könyv az olyasmi lehet, mint az első ház, zárójelben én nem építettem egyet se, tehát lakásba laktam mindig, de hogy a másodiknál meg a harmadiknál tudja az ember, hogy mit kéne másképp vagy jobban csinálni. Szóval az első könyv az 2014-es kiadású, és újabb és újabb élmények, hangszergyár látogatások, barátságok következtek és kötődtek. És röviden akarnám mondani, a második könyv az azért íródott, ami új élmény született az eltelt 6 évben, illetve ami az elsőből kimaradt. Ezt hogyan képzeljük el, hogy egy ilyen tárlatvezetéseden hogyan lehet részt venni? Be kell előre oda a múzeumba jelentkezni, megbeszélni, vagy hogyan jöhet ez létre, ha valakit ez most egyszer csak elkezdett érdekelni? Igen, hát szóval a Ceglédi Dobmúzeum az 92 óta létezik, tehát pontosan a 29. évébe lépett ezzel a 2021-el. Első 8 évet a szüleim házának a garázsában töltötte. 2000 ősze óta van Cegléd-város főterén, és ha már itt tartunk, akkor azt is elmondom, hogy a gyűjtemény úgy kinőtte a jelenlegi 200 négyzetméteres helyet, ami egyébként egy csodaszép hely a város főterén, hogy most dolgozom azon, hogy lehetne egy 1200 négyzetméteres új múzeumba kerülni. Valószínűleg ilyet találni nem lehet, ezt a puszta földre föl kell építeni. Tehát most már egy 21. századi modern hangszermúzeumba gondolkodom, ami mindent tud, amit egy múzeumnak ma tudni kell. De a kérdés az volt, hogy lehet hozzám bejelentkezni. Tehát a Dobmúzeumnak az interneten is fönn van a honlapja, ott van mellé rendelve egy telefonszám, és mivel minden tárlatot 92 óta minden tárlatot én vezetek, ezért nem volt olyan múzeumi séta, hogy ne én nyissam és zárjam az ajtót, tehát mindenképpen szükségeltetik hozzá. Az internetről és levehető telefonszámon fölhívható vagyok, és egyeztetünk egy időpontot. Ebben a könyvben, ebben az Életem ritmusa, ami most jelent meg, igen, ebben kikkel, vagy kiktől vannak sztorik, ki az, akit kiemelnél, amik talán a legérdekesebbek?
Ez a könyv ez ugyanolyan méretű és ugyanolyan terjedelmű, tehát durván 200 oldal, mint az első könyv volt, a képzeletbeli könyvespolca egymás mellé téve is testvéreknek nézzenek ki a dobmúzeumos könyvek. Viszont annyi volt, az elsőben 70 történet volt, ebben 42, mert hogy ez most már kétnyelvű, tehát magyar és angol, így egy picit kevesebb szöveg fért bele, hogy a egyharmada a magyar szöveg, egyharmada az angol szöveg, egyharmada a fotó, és hát a 42 történet az három nagy fő csoportra oszlik, az egyik Cegléthez kötődő sztorik, ennek az a címe, hogy a város, ahol élek, a másik a különböző hangszergyár látogatásaim, ez utirajzok és műhelylátogatások címet kapta, a harmadik pedig ismert dobosokkal készült interjúim, ez pedig a beszélgetések és profilképek nevet kapta. Hát csak egy-két név innen, hogy kik azok, akikkel interjút készítettem. Például Kárpáti Hotkrein Józsefről, a Kárpáti Tamással, az ő újságíró fiával készítettem, ugye Kárpáti már nem él. Akkor Járai Jánossal, a Benkó Dixieland dobosával, akkor kevesen tudják, hogy Hauer Rezső, a Sikonornak a dobosa, az a személy, vagy az a férfiú, akiről a Fenyő Miklós, a multimilliómos jazz dobos című számot mintázta. Tehát, hogy ő egy élő személy, nem egy ilyen kitalált alak. Vele is csináltam Rosenberg Tamással, aki hát a Udo Jürgenstől kezdve a nyugat-európai sztárok garmadával játszott, Mohai Andrissal szegényt, akit a emlékezetes debreceni jazznapok után elveszítettünk. Akkor Jávori Vilinek az Amerikába sikert befutott fiával, a kis Jávori Gyurival, Horváth Kornéllal, Szendi Gabival, tehát hogy Solti Jancsival, nagyon sok ismert dobossal, és hát ahány sors, ahány pálya, annyiféle indítatás és kezdés, és mivel ugye amatőr módon ezeket az utakat kicsibe, vidéken én is végigjártam, hát nyilván érdekelt, hogy más ezt hogy teszi meg. Egyébként ez külön érdekesség, hogy Jávori Vilmos fiával is sikerült, hogy a kiszegény, most már jó pár évvel ezelőtt ő is elhunyt. Igen, nem vele sikerült, az édesanyjával. Az édesanyjával sikerült. Értem. Az édesanyjával, igen. A Willivel az első könyvemben van megemlékezés. Willivel nagyon közeli barátok voltunk. Igen, jól tudod, 3 évig a John Baeznek a dobosa volt. Most egy olyan felvételt játszom le önöknek, melyen Kármán Sándor dobol. A Billy's Bonesmy Jazz Standardet hallhatják, a közreműködő zenészek Sárik Péter zongorázik, Gyárfás István gitározik, és Lénárd Béla basszus gitározik. Thank you.
Digestedben a Ceglédi Dobmúzeum létrehozójával, vezetőjével, Kármán Sándorral beszélgetek. Hogyan indult egyáltalán ennek a múzeumnak a létrejötte, hogy szerette gyűjteni az érdekes személyekhez kötődő hangszereket, és egyszer csak úgy gondoltad, hogy hát már olyan sok van, hogy ezt meg kellene mutatni az embereknek, vagy eleve egyszer csak jött egy ilyen ötlet, hogy bizony kéne csinálni egy ilyen múzeumot, és ahhoz elkezdted gyűjteni az anyagot. Ugye a dob az azért egy hálás dolog, mert maga a hangszer egy nagyon látványos, ugye egy dobszerelés az egy csillogó, villogó, látványos dolog, úgyhogy eleve én is azt gondolom, hogy érdemes volt ebbe belekezdeni. Ez így van. Hát tulajdonképpen így visszagöngyölítve már mindennek megvan, vagy megvolt annak idején az értelme. Hát én gyakorlatilag gépészként fölvételiztem, tehát a középiskoláimat, mint gépész végeztem, mert nagyon érdekelt a hajó, repülő, autó modellezés, engem már 8 éves koromban felkerő naplom fűrésszel a kezembe talált, és mindenféle ilyen kis modelleket készítettem, és főleg ezek a kis finom műszaki dolgok nagyon érdekeltek, ami érdekes módon később, 20 éves koromban megtaláltam a dobfölszerelésnek a különböző kis gömbcsuklói és a műszaki megoldásai között. Tehát, hogy egy olyan hangszer, ami egy életen át bővíthető, azt szoktam mondani, olyan, mint egy női ruhatár. Tehát ahogy egy nő sem mondja azt, hogy na itt az utolsó ridikül, amit életemben megvettem, és vége, vagy körömcipő, úgy egy dobos sem mondja azt, hogy ez a kolomb, ez az utolsó, és én többet be sem, hangszerbolt közelébe sem megyek. Tehát az a boldogság, hogy ez egy ilyen folyamatosan bővíthető valami, és ha semmi ötleted nincs, akkor is egy pár dobberőt veszel, vagy egy kottát, vagy ilyen kis splash tányért. Tehát, hogy mindig az ember tudja fokozni a boldogságát, és meg tudja ideologizálni, hogy miért elengedhetetlenül szükséges az, hogy most megint bővítse, vagy költsön a hangszerére. De visszatérve a kezdetekhez, szóval én kirakatrendező, dekoratőr, grafikus kiállítás rendezőként végeztem, és akkor ez az Osváth utcában volt az iskola, és az Osváth utca ugye a Rákóczi útra futott ki, és gyakorlatilag 4 ház távolságra volt az iskolától a Triál legnagyobb hangszerboltja, ez a Sonata névre keresztelt hangszerbolt, a Rákóczi út 60-ba, és egy külföldi hangszereket bemutató kiállítás bontása után az összes eladhatatlanra fölárazott hangszer oda került, és én ott láttam először nyugati dobfölszereléseket. Tehát értsük ez az alatt, hogy volt a KGST alapellátás, tehát ez a NDK csehszlovák hangszerek, jellemzően Proba, Takton, Amati, és olyan, hogy amerikai Rogers dob, olyan az még fényképen se volt meg. A lényeg az, hogy én ott könnyeztem életem első fizetésével, ami 1100 forint volt 71-ben a kirakat előtt, és ez alatt meg egy 33.000 forintos árcédula volt, tehát 30 havi fizetés. És miután elsirattam magam, hogy ilyen nekem soha az életben nem lesz, akkor véletlen a kezembe került egy New Musical Express nevű angol zenei lap, de volt egy kupon, hogyha ezt én elküldöm Chicagóba a Ludwig cégnek, akkor küldenek nekem egy 106 oldalas színes katalógust, amit hittem is, meg nem is. De mivel megküldték, fölbátorodtam, és arra gondoltam, hogy de jó lenne, hogyha a második, a 50., a 200. dobgyárnak is meg lenne a címe, hiszen a két angol mondat megvan, amire nyílik az ár, és elkezdtem vadul levelezni. Ez 15 évig tartott, és a 15 év alatt 17.500 levelet adtam postára. Kivétel nélkül mindre jött válasz. Ma a Dobmúzeum könyvtárában 64 ütőhangszergyár elmúlt 40 éve A-tól W-ig fiókokba van rendezve. Ezek mind ütőhangszerek. Kisebbek, nagyobbak. Na most akkor már én olyan ménkű okosnak éreztem magam, most már csak mosolygok magamon, hogy 79-ben megcsináltam életem első dobkiállítását még csupa kölcsönzött anyagból a Ceglédi Kossuth Múzeumban. Dér János jött le a televízióval, Gonda János nyitotta meg 79-ben, az ott a cím, hogy a dob története, és a Kőbaltától napjainkig szerettem volna mindent megmutatni, és meg azt is, hogy mint ifjú dekoratőr, hogy milyen installációt tudok ilyen köré csinálni, és a akkor egy éves új dobsó, Kovács Gyula Kőszegi Ávori volt a zenei illusztrációja a megnyitónak.
Eltelt 11 év, a második kiállításon már kevesebbet markolt, de mélyebbre ásott. Ennek az volt a cím, hogy 100 éves a jazz dob, 1890-1990, és mondjuk New Orleans-től napjainkig, hogy mekkora utat tett meg ez a hangszer, ezt szerettem volna bemutatni. Még mindig nem vagyok gyűjtő, hanem kölcsön kéregetem idős zenészektől, hangszerkészítőktől, kereskedőktől a hangszereket, és hatalmas fotókkal és minden. Ez a budapesti Tavaszi Fesztivál keretén belül kecskeméti helyszínről egy gyönyörű, szép 9 méter belmagasságú templom szépségű helyen kerül erre a második kiállításra sor, és amikor ezt összepakolom, és befejeződik, jellemzően ugyancsak a Gonda nyitotta meg, Gonda János, és ugyancsak a Dobsó volt 11 évvel később az első kiállításom után a megnyitó. És akkor elgondolkodom rajta, hogy szabad-e másfél évet dolgozni egy 10 napig álló kiállítás sikeréért, meg is válaszolok magamnak, hogy talán nem, és megszületik a gondolat, hogy valami olyat kéne csinálni, aminek az ajtaját akár éjfélkor is ki tudom nyitni, mondjuk lerakni egy gyűjtemény alapjait, és hát itt jön a szüleim házának az autógarázsa, és a szomszéd lakodalmas bácsi 30 éve padláson lévő dobszerelése. Hozzuk le, takarítsuk meg, állítsuk ki valami fekete-fehér fotót, vagy egy-két lábgépet, pergődobot mögé, és akkor így szépen, szépen lassan mindenkinek van ötlete, hogy én is tudok ott egy medveckit, nem tudom én Pesten az ilyen utcába, nem tud beállni tőle a garázsba, a bácsi szívesen eladja, odadja. Na, és akkor így elindul. És amikor az ember kezdő gyűjt, akkor minden evő. Akkor legyen kicsi, nagy, kék, zöld, és akkor, amikor már kezd sok lenni, akkor kezd szelektálni, hogy talán a két egyformából elég az egyiket megtartom, vagy feküdjünk rá arra, hogy amerikai dobok legyenek, vagy éppen a magyar gyártóktól a híres kézműves kisipari időszakból, tehát ez jellemzően a szocializmus, a Dubán, Medvecki, Kozmosz ebből az érából, hát lehetőleg legyen meg minden. Úgyhogy ez egy ilyen folyamat, és hát én mondom, benne volt a kirakatrendezés, benne volt a műszaki érdeklődés, benne volt az hogyha az embert nem hagyják, vagy nincs rá pénze, akkor ez őrületes energiákat tud felszabadítani, hogy akkor mégis milyen mellékúton tudom megközelíteni a szenvedélyt, vagy a hobbit. Úgyhogy ez így. Ha már felvetődött ez a kőkorszaktól a mostanáig, egy pici kitérőt a te életedből és munkádból hagyd tegyünk, hogy ez a bizonyos dobszerkó, ami most, ha ezt a szót meghalljuk, akkor ugye egyszer csak előttünk van, hogy van egy lábdob, egy nagykerek lábdob, középen pergődob, esetleg fönt úgynevezett tamok, meg állótamok, meg lábcintányér, ugye, ami mozgatható, és a lengőcinek, hogy ez a fajta dobszerelés, ez mikor alakult ki? Ezt mikortól számíthatjuk, hogy így néz ki egy dobszerkó? Hát gyakorlatilag a mese az, hogy ugye a New Orleans-i menetelő katonazenekart látja mindenki maga előtt, a ritmusért a ütőhangszerek, a dallamért a fúvós hangszerek a felelősek. A fúvós hangszerek mit értünk? Ugye a tuba, amiben, vagy a helikon, amiben így bele is bújnak az emberek, ugye az a basszus, mert a menetelve a bőgőt nem lehet cipelni. És a fúvósok közül a pikoló a legmagasabb hang, a dobosok meg jellemzően ugye a mellre erősített és két oldalt megütött nagy dob, a nyakba akasztott vergődob és az összeütős cintányér, vagy még esetleg valamilyen dallamvívő ütőhangszer, hogyha van a készletben. Na most ezek a zenészek, a katonazenészek hivatásos zenészek voltak, tehát nem csak katonai indulókat tudtak játszani, hogy lelkesítsék a fáradó, egyszerre lépni már alig tudó honvédeket, hanem báltermekbe is játszottak, úgyhogy ott már fölösleges volt, hogy masírozzanak a fal mellett, ugye vicces is lett volna, leültek a popsiukra. És az, aki fizette őket, azt mondja, hogy most ez komoly, hogy az a dolga, hogy fél óráként egyet ráüt a nagy dobra, hát ezért fizetem, miért kell ide 3-4 ember, aki ütőn játszik, hiszen a két lába, amivel idáig menetelt, az most már szabad, és ha az ölébe tartja a nagy dobot, ki se látszana mögül le, hát leteszi a földre maga elé, és egy alkalmas pedált, aminek hát már a középkor óta voltak ilyen utcai mutatványosok, gondoljunk csak a híres zenebohóc
gondolunkra az ötvös Gabi bácsira, aki a hátán a nagy dobbal, a bakancsához erősített madzaggal minden lépésre, vagy a cintányér, vagy a nagy dob szólalt meg. Tehát azt mondom, hogy ez már létezett a középkori utcai mutatványosok készletében, és ezekből a zsanéros kis emelcsű szerkezetekből, fa mechanikás dolgokból alakul ki az első pedál, amivel a nagy dobott lábbal ütik meg, és akkor jön az ötlet, hogy a bal láb az még szabad, és akár az összeütős cintányért, ha nem is vízszintes, hanem függőleges tengely mentén, lábbal is egy rugós emeltű szerkezettel meg lehet szólaltatni. És akkor gyakorlatilag a két ember munkája el kell a két lábra, és a két legügyesebb végtag, a jobb és a bal kéz még szabad, aminek az útjába, félkör alakba, ahogy így eléred a két kezeddel a dolgokat, a nagy dob tetejére, fadobot, kolompot, kínai tomot, cintányért, mindenfélét tesznek. És akkor megszületik az első dobfőszerelés, ez mondom olyan 1900 körülre tehető, és álmaim nagy dobmúzeumában éppen karácsony és új év között éreztem magam nagyon úgy, hogy papírra kellene vetni ezt a nagy dobmúzeumot, ami mondjuk minimum 1200 négyzetméter, és ezt a fajta dolgot, hogy bevezetés a könnyűzen és a jazz történetébe, hogy elindulunk a New Orleans-i utcai menetelő zenekaroktól, és a különböző könnyűzené és jazz stílusokon keresztül eljutunk napjaink zenéjéhez, hogy mindenütt lenne egy panoptikum-szerű interiőr, tehát hogy nézett ki Harlembe a 20-as években egy jazz kocsma, gyertyatartós pianinóval, oda támasztott bőgővel, függöny rojtal, tehát, vagy háttérvetítés, egy kis zene, tehát hogy olyan egyik ámulatból a másikba esik a látogató, hogy végig sétál, tulajdonképpen beavatódik, hogy melyik korszak követte a másikat, és erről szólna ez a dobmúzeumnak az első terme, de hát a kérdésed az volt, hogy körülbelül mikorra tehető, amikor a katona zenészeknek a külön-külön használt hangszereit egyetlen készletbe rendezik. Ilyen egy napot nem tudok mondani, 1890 és 1900 közötti idő. És New Orleans ezek szerint. Igen. Azt lehet tudni, hogy ki volt az első olyan híres dobos, aki már egy hogyne, ilyesmi... Hogyne. Hát Papa Joe Jones, Baby Dutz. Ugye a Baby Dutz, amikor a Armstrongnak a fülébe már ezek a szinkópás, swinges ritmusok voltak, akkor ezt a Don Famularo mesélte egy alkalommal, hogy elment New Orleans éjszakai szórakozó negyedeit járta, hogy ki az, aki ezt az új ritmust, ezt a pontozott swinges ritmust jól le tudná dobon kísérni, de mindenütt a katonai dobolásnak ezt a ratatatá merevségét kapta csak vissza. És egyszer csak az egyik mulatóba egy step táncost látott, és az olyan ritmusokat kopogott a lábával, ami tökéletesen megfelelt annak, amit ő elképzelt, és oda ment hozzá a szünetbe, és azt mondta, hogy ne haragudjon, uram, amit a lábával csinál, azt meg tudná csinálni a kezével is. És azt mondta neki, hogy megpróbálhatom. És tulajdonképpen a King Oliver Creole Jazz Bandnek a dokosa volt ő volt a Baby Dutz. Most az előbb említett Baby Dutz triójának előadásában hallhatják a Wolverine Blues című számot. Thank you.
mai Jazztesben a Ceglédi Dobmúzeum létrehozójával, vezetőjével, Kármán Sándorral beszélgetek. A múzeumodra visszatérve, melyik tárgyakat emelnéd ki, amikre a legbüszkébb vagy, amik a legnagyobb örömet okozták, amikor sikerült megszerezni? De hát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, tehát ez majdnem olyan, mint hogyha megkérdezel egy 9 gyerekes anyukát, melyik gyereket szereti a legjobban. Nyilván mindegyiket másért, de nagyon sok van. Hát ugye mivel a Vejszapi történetben, tehát a Csepi zenekar legendás dobosának, a Vejszapinak, akit munkaszolgálatba elvittek, és ott ért véget az élete, hogy 12 évi kutatás után megtaláltam a lányát, és eredeti darabokhoz hozzájutottam, ami köré építettem egy Vejszapi emlékhelyet a múzeumban. Ez azért nagy büszkeség, mert ő a teljes feledés homályába volt már, még a nevét se tudták jól, azt gondolták, hogy az api az Árpinak a beceneve, nem tudták, hogy Vejsz József a születéskori neve, és hát tehát van egy emlékhely a múzeumban a Vejszapi történetével és a személyes tárgyaival. Nagyon nagy boldogság, hogy Kovács Gyula, talán a legmarkánsabb magyar jazzdobos halála után a családnak köszönhetően a féltve őrzött francia hasba dobfölszerelés, ami élete utolsó 15 évében használt, a gyűjteményembe került. Bocsánat, csak hagyj jegyezzem meg, hogy ez egy gyönyörű króm dobszerelés volt, és fehér kesztyűben rakta mindig össze, hogy az új lenyomatok azok ne látszanak a dobon. Neki így van. Voltak ilyen nagyon-nagyon klassz, nagyon szerethető dolgai. Aki Kovács Gyulát ismerte, nekem szerencsérem volt, mert a Jazz Tanszkon akkor ő tanította a dobot, amikor én oda jártam, az csupa-csupa nagyon szép emléket szerezhetett Kovács Gyuláról. Igen, én magántanítványként jártam hozzá, de aztán olyan közeli barátságba kerültünk, hogy a család, mondom, így döntött a halála után, hogy őrizzem én tovább a Gyulának a asba dobfölszerelését, és hát személyes tárgyai, a utolsó dobverői, a kottái, az előbb említett fehér kesztyű, a sötét szemüveg, amiben mindig dobolt, tehát, és nagyon sok fotó van körülötte, úgyhogy nagyon nagy boldogság. Ez volt talán az első legmarkánsabb emlék, ami személyhez kötődik a múzeumban. Akkor nagyon-nagyon nagy boldogság volt, hogy 2004-ben egy dobosgála meghívás után a Giorgio Mayer szólt a barátomnak, hogy a 12 éves korában az édesapja a Kenny Clarktól megvett egy Sonor dobfölszerelést, és hát ő úgy gondolta, hogy ezt soha nem fogja se elajándékozni, se eladni, de látva az én lelkesedésemet, hogyha ő hajlandó a Zürichi tópartjára, a szülői ház padlására fölmenni érte, akkor ő ezt nekem adja és elhozhatja, és persze szépen rendbe tettük, ez is ki van állítva. Tehát Kenny Clarknak, a bebop nagy újítójának, aki kitalálta, hogy a katonadobolással ellentétben a hangsúlyt a pergődobról a ráide a kísérő cintányére teszi át. Ez a dobfölszerelés is itt van, nagyon nagy boldogság. Hát a legnagyobb az az, hogy a Peter Erskine-nel 90-ben olyan komoly barátságot kötöttünk, hogy 2010-ben 40 éve zenei pályafutásának a legfontosabb hangszereit és relikviáit a Dobmúzeumnak ajándékozta, amit egy nagyon komoly ünnepség keretében, Városháza dísztermében, amerikai nagykövetség jelenlétével is fölavattunk, és azóta is a Dobmúzeumnak az egyik éke a 12 méter hosszú Peter Erskine életmű kiállítás. Most a Csepi zenekar 40-es években készült felvételét játszom le önöknek, melyen Vejsz api dobol, a szám címe A Man and His Drum. We'll be right back.
mai Jazzedben a Ceglédi Dobmúzeum létrehozójával, vezetőjével, Kármán Sándorral beszélgetek. Ha már említetted, hogy tanultál Kovács Gyulától, egy picit erről meséljette dobos életedről. Ugye a műszakiről meséltél, hogy már gyerekkorodban megfogott és modelleket készítettél, és izgattak ezek a dolgok. Egy picit a zenész életedről mesélj. Hát a zenész életem az úgy kezdődött, hogy gitáros voltam egy vidéki, egyébként nagyon népszerű zenekarban. Talán kicsit vicces volt a nevünk, Ugli és a Fóka bácsiék, ez volt a zenekar neve. És ez egy öttagú társaság volt, és egy alkalommal, amikor nem ért oda a vendégdobosunk egy fontos föllépésre, és meg kellett menteni a helyzetet, akkor a basszusgitárosunk úgy találta, hogy kevésbé föltűnő, hogyha a három gitárból egy hiányzik, mintha a dob mögött nem ül senki, és akkor engem oda parancsolt. Na most ezzel semmi probléma nem volt. Én tettem a dolgomat, és aztán ehhez képest egy év múlva kezdődött 1968 őszén a Róna vendégváltó vállalat szervezésében a Róna Jazz Rendezvous, ahol az első alkalomra 68 őszén én elmentem, mert hallottam, hogy egy híres pesti dobos fog játszani, nem mondom, hát biztos van olyan, amire még magamtól nem jöttem rá, de az, hogy az egész este az életemet meg fogja változtatni, azt nem gondoltam volna. Tehát Garai Attila zongora, Pege Aladár bőgő, Németh János szakszofon fuvola és Kovács Gyula dob, ez volt a társulat, és hát én a második számtól, fejem búbjától a lábujjam hegyéig elzsibbadtam, és biztos voltam benne, hogy holnaptól a nap is másként jön föl az égre, mert ekkora katarzis után nem maradhat minden ugyanúgy, és hát tulajdonképpen ott én kaptam egy nagy injekciót abból, hogyha valaki Paganini virtuozitással kezel egy hangszert, akkor azt hívhatják dobnak, és abból is lehet csodát csinálni. És persze akkor ezzel a merítéssel már azért a basszusgitáros barátommal együtt a jazz felé fordultunk, akkor már a 3-4 akkordra eljátszható összes sláger már kezdett nem érdekelni bennünket, és ez az izgalmas műfaj, és akkor persze csupa olyan zenészeket is hívtunk a helyi ifjúsági klubba, akik valamiért nekünk izgalmasak, vagy érdekesek voltak. Talán azért te is emlékszel, hogy Csík, Fogarasi, Jábori. Hát hogyne, persze. Fender, Hammond, és mindenféle, a Kovács Gyulának is a Mister dobja, a Super Trio, a Bontovics Katival, Bukánnal, tehát hogy 70-es, 80-as években ezek nagyon, nagyon mentek, és hát egyre inkább tanultuk ezt, hogy mitől jó egy improvizáció, és egyáltalán, hogy akkor ki legyen az alap, és volt egy remek zongoristánk, aki sajnos korán itt hagyott bennünket, de 13 évig nagyon jót játszottunk, és hát mindig volt valamilyen formáció, ami éppen életben tartott bennünket, tehát tulajdonképpen az, hogy az ember zenél, és azt csinálja, amihez a legnagyobb kedve van, az egy életben tartó dolog is, tehát hogy segít a nehéz napokat túlélni, és mindenfélét is, hát persze folyamatosan voltak hangszer utáni sóvárgások, az ugye nem szűnik meg egy zenész életében, és hát ugyanakkor megmondom, ez a gyűjtés, az meg párhuzamosan indult be, arról az előbb beszéltünk, hogy előbb volt két kiállítás, és akkor utána azt mondtam, hogy valami olyat kellene csinálni, aminek az ajtaját akár éjfélkor is kinyithatom. És akkor ebből lett előbb a kicsi múzeum a szülői ház garázsába, és aztán utána lett belőle a jelenleg ide, én még bízom hozzá, hogy meg tudjuk csinálni Európa legkomolyabb ütőhangszer múzeumát. Ugye ez a múzeumhoz csatlakozik minden évben egy fesztivál, egy párnapos fesztivál, amit te szervezel, és amin a magyarországi nagyszerű muzsikusok mellett világsztárok is rendszeresen játszanak. Ez mikor és hogyan indult? Ez úgy indult, hogy 92-ben meghaljuk a Kovács Gyula, és én megkapom az ő hangszerét. És én ezt egy akkora megtiszteltetésnek tartottam, és tartom a mai napig, hogy úgy gondoltam,
hogy egy nagyszabású emlékkoncertet rendezek a tiszteletére a ceglédi sportcsarnokban, ahova elhívom az azóta híressé vált tanítványait, vagy szólóban, vagy a zenekaraikkal, és egy amerikai világsztárt is, hogy a televízió is komolyan vegye. Elképesztő sikere volt ennek a Kovács Gyula emlékkoncertnek. Már akkor is gondolkodtam benne, ugye, hogy egy hatalmas tér a sportcsarnok, hogy hangszerkiállítókat hívni, és a sok-sok csillogó hangszernek a látványa az nagyon szépen megköríti jobbról-balról a színpadot, tehát a néző felől, lelátó felől, ez remek látvány. És az elsőnek még Antal Imre volt a műsorvezetője. Szóval ebből hagyomány lett, a második alkalomtól a rendezvény fölvette a Nemzetközi Dobos és Ütős Gála nevet, amiből 24-et csináltunk idáig, és hogyha tavaly nem üt be ez a járvány, akkor tavaly május 9-én lett volna a jubileumi 25. Minden el is volt készítve, annyira, hogy a világsztárnak a dobtörszerelését már február 28-án áthoztuk Bécsből Ceglédre, és hát sajnos ugye a járvány közbeszólt, egy teljes évvel elhalasztottuk, ami ugye idén május 8-a lett volna ugyanaz a szombat, de hát úgy tűnik, hogy még egy picit tolni kell rajta, úgyhogy a mostani dátumunk az október 2-a, mert még mindig nem nyílik a sorompó. Tehát ez a terv, hogy a jubileumi. Igen, és akkor kérdezted, hogy ez hogy alakult ki. Így alakult ki, Kovács Gyula emlékkoncertnek indult, és hát ugye a 24 lezajlott gálán elképesztő névsor volt itt a Billy Cobham-től, Omar Hakimig, Alex Acunától, nem is tudom, két a Steve Smith-ig, tehát nagyon-nagyon komoly merítés az amerikai kiváló jazzdobosokból, és természetesen hát a magyarok közül mindenki, Borlai Gergő, Szentdélfi Péter, Dörnyei Gábor, ki ne hagyjak valakit, tehát mindenki, aki Kaszás Péter, tehát mindenki, nagyobbak is, kisebbek is, a föltörekvő egészen kicsik is, és hát persze megpróbálom bevonni a kapcsolódó művészeteket, képzőművészet, fotóművészet, dizájnerek, olyan is volt, hogy a Magyar Iparművészeti Egyetem formatervező tanszékén megfuttattuk azt a ötletet, hogy szinte 100 éve változatlan ennek a hangszernek a külleme, mit gondol róla egy mai formatervezői iparművész, hogy a funkciók megtartása mellett hogy lehetne. De olyan is volt, hogy a ifjúsági lapkiadó lapjain keresztül az ország összes általános és középiskolás gyermekét megrajzoltattuk ember és a dob témakörbe, és hát díjakat osztottunk. Szóval, hogy minél szélesebb körben eljusson ez az üzenet az emberekhez, és hát, hogy a ütőhangszeres kultúrát a mi sajátos módszereinkkel tudjuk népszerűsíteni. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad, és hát még egyszer gratulálok ez az Életem Ritmusa című könyvhöz. Egyébként, akinek most kedvet csináltunk hozzá, hol tudja megvásárolni? Budapesten a TamTam Dobcentrumban lehet a legegyszerűbben hozzájutni, mivel ugye mégis ez csak dobokhoz kötődő dolog, és remélem, hogy a könyvhöz is, és a dobmúzeumhoz, esetleg a dobosgálákhoz is meghoztuk néhány embernek a kedvét. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok ezután is ehhez a nagyszerű munkához, amit végzel. Én köszönöm az érdeklődést. A mai Jazztesben a Ceglédi Dobmúzeum létrehozójával, vezetőjével, Kármán Sándorral hallattak beszélgetést, most itt a műsor végén két legendás zenész duóját hallhatják, a dobos Kovács Gyula és a gitáros Kovács Andor felvételét, a szám címe Gitár Dob Párbaj. A mai műsor elkészítésében is Kemény Dániel és Kosztus Zsolt volt segítségemre, jövő hét vasárnap este is várom önöket a Jazztesttel, most búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Halper László.